Sziasztok, én Kevin vagyok, és ez a Retro Videók harmadik része, amelyben ismét régi videókra fogok reagálni, megnézzük ezeket közösen, és hozzáfűzök némi kommentárt. Kezdjünk is bele! Mai első videónk címe nem más, mint Ugyanaz Sakmat. Zene az jó. És Bob sakkozik önmagával. Előbb belenézett a kamerába a kis Bobby. Eddig elég izgi, valljuk be őszintén. Csak itt lépegetnek. Nem rossz. Nem rossz, azt mondja. Agyafúrt egy ősemlős vagy. De én jobb. Agyafúrt egy ősemlős vagy, de én jobb vagyok. Elég komoly dumákat tol itt Bobby. Ebbe végig sakkozik önmagával. De talán lesz, remélem lesz valami izgalom azért, ha jól emlékszik, akkor valami történik. Nem rossz lépés. Nem rossz lépés. Ilyen... Na, elhajította a bábulját a másiknak. Ezt komolyan gondoltad? Bekeményít a másik Bobby is. Te nem dobhatod el a bábulat. Begette. Köpött ki? Kiköpi, aztán izé, kitörik az ablak. De béna van. Úgy látom, Bobby el van magával, eljátszik magával elég. Jaj, hova léptél? Ütögetik rá egymást szépen. Az is megvan, igen. Ezt nem kellett volna. Hú, ez azért elég vontatott eddig. Mire készül? Mire készül, azt mondja. Hát a győzelemre. Elég halk a szinkron, azért mondom néha így újra, hogy miről is van itt szó. Mert én értem így fülesen. Pedig nem fogsz győzni. Nem vette részt. Sakmattot adott a kék Bobby a másiknak. Hol van itt van? Az meg letüsszentette a táblát. Mit csináltál, de szóló? Gyertem volna. Hé, én nem csalt. Csak előjött a náthája. Ő nem csalt, csak előjött a náthája. Szíves vagy. Hát ez nagyon rossz volt. Ez így ilyen mostani fejlet nagyon rossz volt ez a videó. Vontatott volt, lassan történtek benne a dolgok, illetve nem volt benne vicces dolog se annyira. Talán csak a végén, hogy letüsszentette a saktáblát, hogy így állt bosszút, hogy nehogy mattot kapjon az egyik Bobby. De a Bobby amúgy jól játszott, hát a szinkron az elég béna volt, lehetett volna sokkal hangosabb, a háttérzene az nagyon túl volt húzva, emiatt nem lehetett hallani többek között ugye a szinkront normálisan, illetve hát nem egy túl jó videó, tehát a sztori ugye elég gyenge, és nem is nagyon történik benne sok minden. Lépjünk a következőre. A következő retro videónak a címe, amit meg fogunk nézni, az, hogy üres a tár. Megint természetesen a tájat mutatjuk, tájképek megvannak, elég homályos. És Bob egy fegyverrel. Menő halászkalapba, emlékszem, ilyenkor még ez volt a divat, halászkalap, vagy halássapka. Epic zene. Úgy néz. Elég jól lopakodik. Mik ezek a lépések? Táncol közben. Na. Nagyon nézőget. Nagyon lopakodik Bob. Hirtelen. Micsoda zeneváltás. Valaki ott van a bokorban. Na vajon ki? Hát én! Természetesen!
Bobby üldözőbe vesz. Ez aztán a sebesség. Na, eltűntem, úgy látom. Próbált úgy nézni Bobby, hogy a kamerában elészen. Látszódott az fején. A zene az nagyon epik, drámai, és szembe találkozott a két ellenség. Az a nézés. Húha. Ez aztán az akciófilm. Ó, hát üres a tár. Ó, hát nekem is. Milyen véletlen. Mi? És ennyi? Azt hittem, hogy még valami búnyó lesz, vagy valami. Tehát, hogyha már kifogyott a tár, tehát, hogy üres a tár mindkettőnél, azt hittem, hogy legalább valami búnyó lesz. De nem. Na hát ez egy ilyen nem érdekes kis akciófilm volt. Igazából akció nélküli akciófilm. Üres volt a tár. Ennyi. Hát ez nem volt valami túl jó. Fogok csinálni egy kérdezfelelek videót a közeljövőben, úgyhogy ha van kérdésetek, akkor azt tegyétek fel kommentbe, és belekerül majd abba a videóba, ha még nem válaszoltuk meg eddig. Úgyhogy írjatok kérdéseket kommentben, és sziasztok!